Köszöntöm nézőinket! Hagyományteremtő szándékkal a Várpalotai tanúszodában rendezik meg február 10-én a Vizes Tízes úszóversenyt. 10 csapat összesen 100 versenyzője 10 óra alatt teljesíti majd a lehető leghosszabb távot. A megmérettetés részleteiről Campanári Talabér Márta polgármester, Molnárné Nátrán Piroska főszervező, a Bánaladár általános iskola igazgatóhelyettese és Kóti László tízszeres Ironman számoltak be az elmúlt kedd délelőtt az Öcsi cukrászdában, ahol egyúttal a nevezett csapatok pályabeosztását is kisorsolták. Nagyon sok külső segítséget kaptunk szűk családi körtől, tágabb családi körtől, kollégáktól, és amire nagyon büszke vagyok, be kell osztani, hogy a hosszokat kik mérjék. Az első órában csak pedagógusok fogják mérni, Bánal is pedagógusok, illetve 5 kollégával a csapatomban is bent vannak, és valóban büszke vagyok rá, hogy 15-en szombaton a Bánali borot leszünk reggel 8 órakor a versenyen. Molnárné Nátrán Piroska szervező a Vizes Tízes ötlet gazdájával, Fröhlich Tamással együtt álmodták meg Várpalotára a speciális úszóversenyt, melyben a csapatok összetétele szabadon választott. Nincs korosztály és korhatár. A verseny ideje alatt szabadon eldönthetik a csapattagok, ki mennyit úszik a rendelkezésre álló 10 órán belül. Sőt, az úszás nem sincs meghatározva, menet közben is variálható. Az úszóversenynek a lényege 10 csapat, 10 órán keresztül bármilyen úszásnemben kell, hogy teljesítse a távot, menet közben egymást váltva, nincs meghatározva sem a kor, sem a nem, nincs meghatározva menet közbeni úszásnem sem, tehát még az is előfordulhat, hogy mellett levált gyorsúszásra, vagy esetlegesen egyéb más úszásnemre, illetve amire szeretném felhívni a figyelmet, nincs kizárás, tehát ha nincs az adott csapatnak embere a vízben, akkor is maradhat a csapat versenyben, csak annyival kevesebb lesz a hossz. Campanári Talabér Márta polgármester mindig is fontosnak tartotta, hogy új dolgok szülessenek. Az az igazi, ha az ilyen alulról jövő kezdeményezéseket a helyi civilek találják ki. Ezeket könnyű jó szívvel támogatni, fogalmazott a városvezető. Majdnem napra pontosan 2 éve adtuk át a városi tanúszodát, a várpalotai tanúszodát, és én azt reméltem, hogy ha ismét rendelkezik a városunk ezzel a létesítménnyel, akkor a régi, szép emlékek és a még velünk lévő emberek, akiknek a régi úszodához tevőlegesen köze volt és ott aktívak voltak, hogy ők is visszatérnek, és az a fajta aktív úszó élet, újjáélet Várpalotán, ami régen jellemezte a városunkat, és számomra ez a rendezvény ezt erősíti meg, illetve annak az üzenete, hogy igen, azok, akik régen aktívan részt vettek az úszás oktatásban, vagy versenyeztek, hogy nekik van igényük arra, hogy együtt legyenek, illetve hogy aktivizálják magukat ezen a területen, és ezért is csillant fel a szemem, amikor ezt az ötletet meghallottam, és jó szívvel álltunk mellé. Reményeink szerint az önkormányzat is csapattal fog kiállni. Kicsit nehezíti a helyzetet, hogy aznap van a Toros Fesztivál is, úgyhogy ilyen módon azért az erőink megoszlanak, de azt gondolom, hogy annyira jó a kezdeményezés, hogy nem szerettünk volna belőle kimaradni, és hát nagyon reméljük, hogy sokan vesznek benne részt, és hogy ez egy nagyon jó sportélmény lesz, illetve hogy esetleg még bevonz embereket az úszáshoz, vagy lehet, hogy lesz olyan, aki most lesz majd először a Várpalotai tanúszodában, aztán állandó vendége lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok jót hozhat ez a rendezvény a városnak. Kóti László sportember, az úszás szerelmese nem csak résztvevőként, hanem segítőként is részt vállalt a Vizes Tízes úszóversenyben. Nagyon nagy megtiszteltetés él, mikor a Piroska felkért engem, hogy erősítsem a csapatát. Hát nem tudom, mennyire fogom tudni erősíteni, de ott leszek.
utána halmozódott ez az öröm, mert más csapatokból is megkerestek, és akkor a Piroskától engedélyt kértem, hogy esetleg csak az ő engedélyével, mert én úgy érzem már, hogy az ő tulajdonosa vagyok, bedolgozhassak más csapatokba, és hála Isten egyből igent mondott. Úgyhogy ott leszek, ahol tudok, segítek, és nagyon-nagyon fogom élvezni. Külön öröm számomra ez az alkalom, azokból kifolyólag, hogy mindent szeretek és támogatok, ami közösséget épít. Ha ahhoz pedig az eszköz, már a közösségépítéshez az eszköz maga a sport, az számomra egy hatalmas nagy hozzáadott érték. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez az ötlet kipattant. Nagyon örülök, hogy időt, energiát nem sajnálva ezt összehozzátok nekünk. És én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú út első lépése, és majd figyeljük meg, hogy ebből micsoda hagyományos tradíció lesz. Minden versenyző rajtcsomaggal kezdi a napot, melyben izotóniás italport és energiadús műzli szeletet kap ajándékba, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújthassa majd a küzdelemben. A szponzoroknak köszönhetően a versenyzők értékes nyereményekkel gazdagodnak majd. Mai nap azért jöttünk össze, hogy a pálya sorsolást felkérjem Kampaneri Talabér Márta polgármesterasszonyt, illetve Kóti Lászlót, aki részese a csapatomnak is, és példakép minden sportágban, többek között az úszásban is. Ezzel a sorsolással egy kicsit meg tudjuk gyorsítani a február 10-e 8 órás úszáskezdést. Úszni jó.